Sziasztok, én MC Fejzseli vagyok, és most ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy mit raktak bele most a játékba a fejlesztők, a Mojang. Ugye valószínűleg a címből láthattátok, hogy falusi kereskedés raktak be. De ugye eddig is sok ilyen adó volt, hogy lehetett vele kereskedni, viszont ez nem volt az igazi, ez ugye arról szólt, hogy oda sétáltál hozzá Emeralddal, és akkor ha Emeralddal kattingattál rá, akkor random itemeket dobott, de nem is lehet igazából vásra kereskedni vele. Szóval nem volt az igazi. De most végre berakták azt, hogy tényleg lehet kereskedni a falusiakkal bármit, és megvan az a szintlépés is. Szóval úgy, mint PC-ben. És ez nagyon jó már végre, nem az, hogy találsz egy főt, és ha nincs ott kovács, akkor mész is el ott, és ahol vissza. Többé nem mész oda-vissza, mert értelmetlen az egész, hanem most már végre van értelme a faluknak is. Itt is vagyok egy ilyen világban, rakjuk is rá egy falusit. Látjátok, most oda megyek hozzá, lehet rá hoztam kattingatni, meg minden, még nem jelenik meg trade gomb se, ez így nem fog működni. Valamilyen blokkal, valamilyen itemmel oda kell hozzá menni, tök mindegy, hogy mi. Triumph Raid. És itt is van ez a People's Witch. Az ugye ilyen fegyveres. És valami értem, úgyhogy ha belépek, ott megjelenik felette egy emerald. Na és akkor ugye nézzük is meg, hogy ez igazából hogy mit tud. Bocsi, én nekem betem le a hangját. Hangos lehetett. Jó, szóval menjük is oda hozzá. Jó. És akkor vegyünk tőle jó sok ilyen cuccot. Mert annak hívják. Mindegy. Igen, látjátok, hogy mint PC-sbe itt is, hogyha sokat akartok venni, akkor le tudok költeni. Illetve most szintet kéne lépni. Igen, szintet is léped. És most már tud ilyen ajánlatokat is adni, hogyha ugye hosszan tartjátok az ujjatokat, például ezzel a kardod, akkor kérje, hogy ez milyen. Ez egy Bane of Atalox 2, ez volt, nem tudom, hogy mit jelent. De ezt is meg tudja, ja, és persze, hogyha... Nem. Igen, de most vegyünk tőle egy ilyen cuccot. Látjátok, tökéletesen működik. És ilyenkor, ha valami mást vettek tőle, akkor rezetelődik az összes olyan, amit már vettetek tőle, szóval most már tudtok ilyet is újra venni. Ami jó. Igen, és látjátok, hogy megint lelokkol. Ezt megmutatom, hogy a már valószínűleg ezt már tudjátok. Hogy ugye az enchantolt cuccokat is tökéletesen ez ugye, tehát abban sincsen semmiféle meg. Ó, és már tud ilyeneket is adni. Dropback 1-es kard, 13 izéért, cuccért. És egy Affinity 2-es gyémánt volt, szóval azért elég úgy dolog ez a falusi. Tehát, hogy most így konkrétan szerzhetek egy enchantó gyémán cuccot. És ugye megint szintet lépett, így már tud még többet adni. Ez a három gyémánt ér egy emerált, ez nem olyan nagyon megérős. Nem, neki úgy néz ki ez a max. De látjátok, tökéletesen működik, például itt van egy ilyen cucc is. Ez a leghasznosabb konkrétan. Így, hogyha ez a kettő már megvan, akkor rothas húsból tudtok enchantó gyémánt cuccokat szerezni, ami egy nagyon jó dolog. Igen. De ez természetesen működik szabványokban is, én nem működne.
vagyok a Survivor módban. Látjátok, amúgy üléskézzel is működik. Mindennel működik, csak spawnen kell nem. Hogy amúgy bármit foghatok a kezetekbe. Akár egy fegyvert is foghatok a kezetekbe, akkor is megfoghatok. Szóval ennyi lett volna ez a kis videóm, hogy hogy lehet ezekkel a fölösségekkel ereskedni, hogy mire lehet már őket használni végre is. Nem csak ott lesznek fölöslegesen a falukban is, szóljatok is elértem, hogy ott nincs velem ott semmit, hanem most már lehet vele normálisan kereskedni, szóval most már vadél sem a fölösségekkel. Úgyhogy olyan szépen megköszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, fel is iratkozhattok rám. Szóval találkozunk legközelebb. Sziasztok!